Nagyon sokat beszéltünk már a füstölésről, és elmondom, hogy ami szerintem a legfontosabb a füstölésnél, jó minőségű fa. Nálunk a jó minőségű fa az kemény akácfahasáb. Megérkeznek röntbe az akácfahasábok, felgurigázzuk ilyen nagyságúakra az akácfát, és száraz, hűvös helyen, nedvességtől védett helyen tároljuk őket ilyen badellákban. Van egy hasítógépünk, hasítógép segítségével elhasítjuk őket a megfelelő méretre, és itt nagyon fontos, hogy száraz legyen a fa, megfelelően száradjon ki, mert csak akkor fog égni, csak akkor fog füstölni, hogyha nedves fát teszünk a tűzre, nem fog égni, nem lesz jó a füstje, elalszik a tűz, az nem jó, szóval a füstölésnél a leglényegesebb a száraz, kemény fahasáb. Az akác mellett néhány füstölt húshoz használunk cseresznyefát, gyertek, megmutatom nektek, kiszáradt cseresznyefa, gyönyörű szépen kopognak, ez több hónapja itt szárad, itt szikkad, nagyon szépen kiszáradtak, alacsony a víztartalma, mi ezeket a fákat füstölésig ilyen badellákban tároljuk.